Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Skorpió, május. A május fantasztikus lesz. A május sokkal könnyebb lesz, mint az április. Például a Merkur nem lesz retrográd. Április 8-án napfogyatkozásunk volt. Ha netán valaki nem érezte meg, akkor lehet, hogy május 8-án fogja megérezni. A napfogyatkozásról van külön videók, de menjünk sorba. Mi ez a sok-sok jó dolog, ami várható májusban? Május eleje. Itt a Plutó rögtön retrográd lesz egészen október 11-ig. A Plutó a ti bolygótok. És tehát retrográd a négyes házat érinti most, ez viszont az otthon. A lakásunk, a házunk, a családunk például, tehát ezen a területen várható valamilyen változás. Lehet, hogy valaki akar venni lakást, házat, ki is választotta, most meg azt mondja, ó, mégsem kell nekem, még keresgélek, még ez nem tökéletes. Na, akkor 9-es. Milyen fantasztikus kártyával kezdjünk, az egyik legcsodálatosabb kártya, érmék, föld, energiát kaptunk, értékeket kaptunk. A 9-es az elért cél. Célba értünk. Érdemes volt valamiért dolgozni, érmék, ami nekünk értékes. Kártyapakli, alja, 3-as kelyhek, ünnep, tényleg valamit elérünk, és akkor lehet pezsgőt bontani, lehet kocintani, megünnepelni ezt a sikert a barátokkal, a rokonokkal, a családdal. Ez siker, bármi lehet ez, lehet egy sikeres vizsga, bármi lehet. Lehet, hogy valaki eladja a házát, vagy vesz, és akkor itt van ez az ünnep. Tehát valamilyen siker várható. Lehet valaki befejezi a felújítást, Ez is végre valahára megtörténik, és ezt meg lehet ünnepelni határozottan. De itt van pénz. Megyünk tovább. 8-as vízenergia, a ti energiátok. Valamilyen változás. Amikor kijön ez a kártya, akkor az ember fejlődni akar. Tehát ott, ahol most vagyunk, tudjuk, már régóta tudjuk, hogy nem biztos, hogy jó nekünk ez a hely. Nem biztos, hogy ott kell maradnunk életünk végéig, úgymond. Ha nem is életünk végéig, de még hosszú távú dolog ez lehet, nem lehet, de nem kell ez nekünk. Tehát itt valamilyen változás van. Húzunk csak rögtön még egyet. Így van. Herceg, és megint érmék. Milyen érdekes érmék, kelyhek, érmék, mozgás van. Valamit ott hagyunk, ami eddig nekünk fontos volt a kis szívünknek, a lelkünknek, és most ott hagyjuk azt a helyet. Ez lehet munkahely például, munkahelyváltás. De van itt mozgás, megyünk valahova. Tehát új utakat keresünk, új értéket keresünk. Itt lesz új hold, de az új holdról lesz külön videók a csillagjegyeknek. Tehát valami, és itt lehet látni, hogy itt a hold. Tehát van itt valamilyen változás. A lakhelyváltás is lehet. Lehet valaki külföldre kimegy dolgozni. Kilences. Ez maga a remete, ez is az elvonulás, az elszigetelődés, az egyedüllét. És nem utolsó sorba maga a titok, valamit megtudunk. És az új hold,
adhat nekünk információt egyébként. Tehát itt van ez a lámpás, ezzel a lámpással kivilágítunk valamit, valamit megtudunk, valamit meg kell tudnunk. Lehet, hogy megtudunk valamit, és akkor fogjuk megtenni azt a döntést, azt a lépést, hogy na, itt az idő változtatni. Mert régóta tudjuk, hogy változtatni kell, csak valamiért nem tesszük meg. Tehát megvan az oka, lehet a félelem. Emberek vagyunk, félhetünk. Milyen komoly kártyákat kaptunk itt, komoly kártyákat, de még visszatérünk, menjünk csak tovább. Május közepe, na itt lesz az a bizonyos nagy sztélium, amikor egy csillagjegybe több bolygó tartózkodik. Ez a csillagjegy maga a bika egy pénzes jegy, és itt lesz a Vénusz, a Jupiter, a Nap, az Uránusz, a Merkur is. Na konkrétan mit jelent ez a Skorpiónak a hetes ház érintett? Ez viszont a többiek, a partnerek, a házastársunk is ide tartozik, az üzleti partner, az ellenség is ide tartozik, de ezen a területen ezektől a bolygóktól kapunk valamilyen lehetőséget, valamilyen szerencsét. Ez lehet házasságkötés, ez lehet egy új szerződéskötés, egy fontos partnerség, egy megegyezés lehet, egy támogatás. Tízes tűzenergia. Tűzenergia. Nagyon sok terhet cipelünk, sok a teher, másnak a terhét is cipeljük. Rámehet az egészségünkre ez a teher, bizony-bizony. A mértékletesség egy védőkártya, egy esély. Jókor, jó helyen lenni, jó időben, ez az a kártya, amikor a fenti erők beleavatkoznak a sorsunkba, és adnak egy jó lehetőséget. Tehát ezek a bolygók most erre képesek. Észre kell venni ezt a lehetőséget. Egyébként rögtön figyelmeztet is minket ez a kártya, hogy mértéket kell tartani, mértékletesség, mértéket. Tehát itt túl nagy a teher, ez minden csak nem mérték. Ez már rámegy itt az egészségünkre. A munka és a pihenés között is érdemes mértéket tartani. Egyensúlyt. Időben leállni. Hatos, kelyhek, víz, energia. Nagyon kellemes ez a kártya. A mértékletesség után pláne valamilyen jó dolgot mutat. Víz, energia, érzelmek, valami nagyon, nagyon boldoggá teszi a kis szívünket, a kis lelkünket. Ez lehet ajándék, ez lehet apróság is, akár apróság, de mégis boldoggá tesz minket. Ez lehet üzenet valakitől, akivel a múltban együtt dolgoztunk, vagy a múltban volt valamilyen kapcsolatunk. A gyermekkorunkat együtt töltöttük. Tehát ez kellemes kártya, kellemes. Ez maga a nosztalgia is, a múlt. A múltba visszamehetünk. Lehet, hogy valamikor valahol pihentünk, nyaraltunk, kikapcsolódtunk, és megint visszatérünk arra a helyre, vagy azokkal az emberekkel megint találkozunk, azokkal az emberekkel megint egy picikét fogunk ünnepelni. Vagy nem picikét. De kellemes kártya, valamilyen kellemes dolog várható. Lehet, hogy valaki megdicsér minket, hogy milyen jól nézünk ki, és ez nagyon-nagyon kellemes lesz nekünk. Május végén, 20-ától 24-ig a Jupiter és a Vénusz, megtörténik ez az együttállás, csodálatos párost alkotnak. A Vénusz a kis szerencsének a bolygója, Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, a Jupiter a bőség, szeret minket megajándékozni, mint egy télapó, jön és mindenkinek ajándékokat osztogat.
A Vénusz maga a pénz, a Vénusz maga a szerelem, és itt is a hetes ház érintett. Tehát itt lehet egy jó partnerség, itt lehet egy új szerelem, itt lehet házasságkötés. Lehet a partnerünk támogatni fog anyagilag. De valamilyen jó dolog várható. Tessék, ász, itt a lehetőség. Itt van ez a lehetőség, tűzenergia, ez botok. Ez maga a varázspálca, megkapjuk azt a bizonyos varázspálcát a fenti erőktől. Tessék használni, tessék varázsolni. Egyébként nagyon szenvedélyes ez a kártya, tehát itt lehet egy szenvedélyes kapcsolat. Ez lehet szerelem, de lehet egy jó kis partnerség, hogy na, gyerünk, vágjunk bele, kezdjük el, dolgozzunk együtt. Érjünk el valamit. A sport is ide tartozik, a botokhoz. Nos, megyünk tovább. Hármas az uralkodónő. Tehát ez maga a fortuna is. Ott a bőség. Az uralkodónő áldott állapotban van, plusz információ valakinek, főleg ez a két kártya itt, ez a kombináció, ez adhat gyermekáldást. Megyünk tovább. Az uralkodónő a komfort, a Vénusz kártyája. Hát a Vénusz itt dominál, a Vénusz is maga a komfort, a finomság, a szépség. Lehet, hogy egy olyan helyen leszünk, ahol finomakat fogunk enni, vagy egy olyan helyen leszünk, ahol kényeztetni fognak minket. Ez ajándék is, ez jó kis ajándék lehet, ez értékes ajándék lehet. Az ékszerek is ide tartoznak. Fantasztikus kártyát kaptunk. Fantasztikus, egyszerűen érezhetjük azt, hogy na most én tényleg uralkodó nő vagyok. Ilyen az életem. Egy napunk biztos, hogy ilyen lesz. Legalább egy nap. Négyes, vízenergia. Nos, miért szomorkodunk? Miért is szomorkodunk, amikor ott a lehetőség? Itt van, bekopog, az az új lehetőség, az az ajándék, az a csoda. Bármi lehet ez. Bármi. Lehet ez tényleg egy új partner. Egyébként itt a napocskánk belép a nyolcas házba. A nyolcas ház viszont a Skorpiónak a háza. A nagy pénz. Az élet és a halál háza. A Plutónak a háza. A fogantatás, az ezotéria, a misztikum, a titok. A krízis helyzet is, viszont a Jupiter is május 26-ától egy évig ebben a házban lesz. A nagy pénz ide tartozik. A Jupiter a gyermekeket szimbolizálják, tehát a Jupiter adhat gyermekáldást, házasságkötést. Tehát valamilyen ajándék lesz, nem szabad szomorkodni, semmiféleképp. És ráadásul itt május 26-ától június 4-ig, de erről külön videót szeretnék készíteni, remélem lesz rá időm, a Jupiter és a Plutó fantasztikus párost fognak alkotni, habár ez nem együttállás, hanem trigon, de nagyon ritka az ilyen fantasztikus dolog. A Jupiter ugye a 8-as házat fogja érinteni, a nagy pénzt például, a fogantatást, a Plutó maga az élet, a halál maga a fogantatást, a Plutó a négyes házat érinti, a család a négyes ház, az otthonunk a négyes ház. Tehát jönnek a jó lehetőségek az otthon területén, a család területén, a nagy pénz területén. Sőt, ott lehet egy lottónyeremény is, lehet egy örökség is. Valamiért akarok húzni még egy kártyát, hogy mi ez a kis keserűség. Önsajnálat is lehet. Ó, milyen szerencsétlen vagyok. Na hát ezt gyorsan el kell felejteni, jó? A jövőbe nézzünk, pozitívan. A pozitív gondolkodás csodákra képes. 9-es, így van, minden rendben lesz. Kaptunk egy megerősítés. 9-es, és ez kejhek.
ez az elért siker, ez maga a boldogság, az összes kehely megtelik boldogsággal. Úgyhogy fel a fejjel. Lehet, hogy valaki munkahelyet keres, és nem találja a megfelelőt. Jön az egyik, jön a másik, jól fizetnek, de messze van. Ezért, tehát van valamilyen kis csalódás, kis szomorúság, megtaláljuk a megfelelőt, a tökéleteset. Olyan is ez szokott lenni, ez egy plusz információ valakinek, amikor le akarunk szokni valamilyen toxikus dologról, valamilyen kejhek, például az alkohol ide tartozik, és ez nem könnyű, főleg itt az elején. Hát igen, elkap minket az a kis ördög. Ó, még egyszer oda nyúlnék a pohárhoz. Ó, még az utolsó cigarettát elszívnám. Tehát ilyen dolgok. És ez nehéz. Tehát egyszerűen tör belül. Valami tör, össze akar törni minket belülről. Ez a dolog. De nem szabad feladni. Tehát túl kell lépni ezen a kis nehézségen, és jön a siker, tehát ez sikerülni fog. Ha tényleg valaki meg akar szabadulni egy toxikus dologtól, valamilyen függőségtől, rossz szokástól, akkor sikerülni fog. Jusson eszünkbe ez a 9-es, hogy a cél, a 9-es maga a cél, maga a finish. Kész. Átléptük azt a vonalat végre valahára. Megyünk tovább a plusz kártyák. Na, itt érdekes. Itt érdekes, mert van a távolodás, van valamilyen változás, van itt a levegőben. Az egyedül lét is azért megjelent nekünk. A titok is. Ötös kelyhek. Na, ez szomorúság. Ez valamilyen bánat. Tehát itt valamit megtudhatunk valamilyen titkot, valami kiderülhet, és emiatt lesz az a bizonyos változás. Valamilyen csalódás van itt. Jobb, ha kiderült, mint hogy ilyen rózsaszín világban éljünk, és egyébként itt is van hold, és ugye ezt mutattam, itt is, itt a hold. Tehát valamilyen fontos esemény lehet itt, új holdkor. A lényeg, menjünk a lényegre. Ez a kártya azt tanácsolja nekünk, hogy ne szomorkodjunk sokáig. Tehát ami történt, megtörtént, kész. Lépjünk át rajta. Itt van ez a kettő új kehely. Meg kell fordulni, és észre kell venni ezeket az új kelyheket, ezeket az új lehetőségeket, ezeket az új csodákat. Ez a lényeg itt. Tehát gyorsan legyünk túl ezen a szomorúságon. Kettő darab hold van itt. A hold nagyon gyorsan változtatja az alakját. Ma teli hold, aztán már kisebb, aztán még kisebb, aztán új hold. Legyünk gyorsan túl ezen a kis csalódáson, vagy ezen a kis szomorúságon. Apróságot is mutat néha ez a kártya. Tényleg apróságot, eltört a kedvenc kávés bögrénk, tehát kvázi ilyen, vagy elhagytuk a kedvenc fülbevalónkat. Tehát nem tragédia. Csalódás. A vérrokonokkal valamilyen kis konfliktus lehet itt. Kis bosszúság. Megyünk tovább. Nézzük meg ezt a 10-est. Ez itt teher. Kihasználnak minket? Az aranytarot mit mond?
ötös kelyhek, és megint ötös kelyhek. A négyes után kettő darab ötöst kaptunk. Tehát egy kártya, ha kétszer jön ki, és főleg így egymás után, akkor ez egy figyelmeztetés, hogy figyeljünk oda, hogyha tényleg valaki okoz nekünk csalódást, szomorúságot, lépjünk át, legyünk túl ezen, nagyon gyorsan, vegyük észre az új lehetőségeket, a lényeg az új lehetőségeket észrevenni. Ahogy mondtam, itt van ez a kettő darab új kehely. Ez a három kehely, már nem érdemes ezen bánkódni. Nem érdemes, itt is lehet látni. Itt van ez a három kehely. Érdemes ennek a férfinak megfordulni, és észrevenni az új lehetőségeket. Az új lehetőségeket. Így van. Húzunk még egyet itt. Húzunk. Mivel van itt egy múlt, a múltunk nem hagy minket békén, tehát ilyen is lehet. Rágódunk, hogy mi az, ami történt a múltban, vagy miért úgy történtek a dolgok, vagy miért cselekedtem úgy, miért hoztam rossz döntést. Tehát ha nem tudunk már rajta változtatni, akkor ezt el kell engedni, mert felemészt minket. Tehát ezt tanácsolják a kártyák is. El kell engedni. A múlt vigyen minket, a múltból építkezzünk. Ne húzzon lefele minket a bánatba, a szomorúságba. Jó? Valaki felbukkanhat a múltból, aki megint okozhat nekünk valamilyen csalódást. Tehát azért ez is benne van a pakliban. Főleg így is, és itt is. Vagy most kiderülhet valami, hogy a múltban valaki valamit tett ellenünk, mondott ellenünk. Na, és ez a kártya akart jönni, és milyen érdekes. A mértékletesség itt van. Tessék. Megint a mértékletesség. Egy kártya, ha kétszer jön ki, akkor ez fontos jel. Figyeljünk rá. Ez az egyik védőkártya, ez maga a mennyország kapuja. Ez az a kártya, amikor hátra lehet dőlni, minden rendben lesz. Minden rendeződik. Jó? Tehát nem szomorkodunk. És a kártya pakli alján a szerencsekerék, a fordulat, a sorsfordulat, fordulni fog a kocka, megfordul a helyzet. Jó? Tehát fel a fejjel. Azért ezt itt hagyjuk. Itt látszik, hogy itt van teher, hogy itt kihasználnak minket. Valami van, valamilyen nehézség van, amit nekünk nem kell tovább cipelni. Akár ezeket a szomorúságokat nem kell tovább cipelni. És ha tovább megyünk, hatos, levegő energia, kardok, ott hagyjuk a hátunk mögött ezt a nehézséget, ezt a szerencsétlen életszakaszt, kész, és haladunk tovább a boldogsághoz, a jobbhoz. Nagyon imádom ezt a kártyát. Tehát fel a fejjel megoldódik a helyzet, a probléma. Az eredeti Rider tarot, na mit te mondd nekünk? Húzzunk belőle is, ebből a kártyapakliból. Botokásza. Ugyanaz a kártya. Itt van. Megint ez a kártya is kétszer jön ki, tehát fontos jel. Itt van. Tessék, az univerzum azt üzeni. Adom a lehetőséget. A kezedbe teszem azt a lehetőséget, azt a varázspálcát. Használd ki, varázsolj olyan életet, amilyet akarsz. Nagyon nagy akarat van tényleg valamit elkezdeni, valamibe belevágni, például sportolni. A sport is ide tartozik. Ha valamit akarunk, valaki megtalálja a saját útját. Itt a remete megint. Itt van. Ő is kétszer jön ki nekünk.
megtalálni azt az bizonyos értéket, azt az utat, ami a miénk, megtudni egy titkot, megtudni a megoldást, a választ, a választ. Megyünk tovább. Plusz kártyánk még van. Na, mi van itt? Ó, milyen komoly kártya. A Plutónak a kártyája. Ez maga a feltámadás, ez maga a végítélet, a 20-as, a Plutónak a kártyája, kvázi a ti kártyátok. Meghalni és újjászületni, mint a Főnix madár. Ez egy új esély. Egy új esély kijut a reménytelenségből, a zsákutcából. Ha valaki tényleg azt hitte, hogy kész, ez már reménytelen, ez már elveszett, az univerzum ad egy lehetőséget. Ráadásul a bolygók állása olyan fantasztikus májusban, hogy hát ritka az ilyen, nem mindennapi, hogy biztos, hogy lesz esély. Biztos, hogy lesz valamilyen szerencse, valamilyen váratlan fordulat. Azt szoktam mondani erre a kártyára, hogy a halottak trombitálnak, bocsánat, az angyalok trombitálnak, a halottak feltámadnak. Hát itt van angyalka, itt van ez az angyalka, tehát használja ezt a gyönyörűséges eszközt, igen, és van egy esély a halottaknak újra feltámadni, újra élni, tehát megkapják az új esélyt. Fontos hírt is kaphatunk, valamilyen fontos hírt. Tehát ez a kártya nagyon, nagyon csodálatos. És amikor kijön ez a kártya, az ember valahogy egyik pillanatról a másikra felébredhet. Felébredhet, és rájön, hogy hát ez nem az én életem, nem a saját életemet élem, és mer változtatni, megváltoztatni az életét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!